Újra lesz Westburn N2 gitárom. Oh yeah! Hello, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Sikerül egy olyan gitárt ma beszereznem, egy olyan gitárhoz hozzájutnom, ami gyakorlatilag már nem is létezik. Úton is vagyok, megyek Gödöllőre a gitárért. Hát igen, enyém lesz, oh yes! Végre lesz megint Westburn N2-m, ráadásul az autentikus, eredeti 90-es évekbeli, ez a darab egészen pontosan 1991-es, tehát a koreai gyártmány, nem a mostani kínai, ami már ugye 2010 után elég jó felhígult, meg rengeteg ilyen olcsósítási, úgymond költséghatékony dolgot vezettek be, amint spóroltak, és ezáltal picit silányabb lett a minőség. Na, a lényeg az, hogy már úton vagyok, megyek a gitárért. Már a felhígult újabb olcsósított verzióját sem gyártják, de ugye emellett az autentikus régi eredeti példányokhoz már egyáltalán hozzá sem lehet jutni, annyira ritka, nyilván mindenki begyűjtötte. Hát asszonykám nem tud róla, hogy újra gitárvásárlás lesz, de őszintén megmondva, minden gitárosnak csak azt a tippet tudom adni, hogy úgy kell kezdeni, hogy több gitárt tartasz. Mert ugyanis, ha van egy gitárod, és utána később abból lesz kettő, az feltűnő. Ha van két gitárod, és abból hirtelen lett három vagy négy, baromira feltűnő. Viszont, ha 10x darab gitárod van, tegyük fel, van mondjuk 18 darab gitárod, és abból lesz 20 vagy 21, azért az nem annyira feltűnő. Tehát gyerekek, ez a trükk és ez az okosság. Sok gitárt kell eleve tartani. Tehát gyakorlatilag észrevehetetlen. Úgyhogy gyerekek, egész egyszerűen a radar alatt kell repülni. Ennyi a megoldás, ha nem akartok lebukni. Ráadásul annak ellenére, hogy a gitár ugye több évtizedet tudhat maga mögött, tehát nem egy mai darab, annak ellenére teljesen feltárható az előélete, mert egy olyan megbízható gitáros sráctól sikerül hozzájutnom, akit már ugye régóta ismerek. Lánc teljesen feltárható, és tudható a gitár szinte teljes előélete, annak ellenére, hogy ugye itt több évtizedről beszélünk, mert ugye 1991-es gyártású a gitár. És az az érdekessége és a pikantériája emellett a dolognak, hogy hiába ford össze a Nuno nevével, azon túl, hogy nyilván ez egy az ő nevével fémjelzett signature gitár, zeneileg a korábbi korszaka, ez a 80-as évek időszak sokkal közelebb áll hozzám, mint aztán a későbbi, amit már ez a gitár, ez a signature gitár fémjelzett, de ennek ellenére maga a gitár, mint hangszer, ami igazán kinőtt a szemembe, mint etalon.